Rimaszéki Ágnes és Pádár Tamás a vendégem. Isten hozott benneteket a stúdióban. Köszönjük én is a kedves nézőket. Köszönjük szépen. Lelkes napok. Ezt a, nagyon sok fiatal már ismeri ezt a szót, ezt a kifejezést, de mielőtt erről beszélgetnénk, Tamás, egy kicsit hozzád fordulok, hiszen a katolikus karizmatikus megújulás, amelyik szervezi ezt a lelkes napokat a fiatalok számára, most egy kis változáson ment keresztül, legalábbis a tisztségviselők szempontjából. Erről kérlek, mesélj egy kicsit. Igen, igaziból ez a változás még folyamatban van, ugyanis a korábbi ifjúsági felelősünk, ifjúsági referensünk Vég Zoltán lett a karizmatikus megújulásnak az új elnöke októbertől, és hát nyilvánvalóan ez sok poszt lett volna, hogyha ő viszi tovább is az ifjúságot, és ezért már nyártól gondolkoztunk azon, hogy a ki viszi tovább így az ifjúsági felelősi pozíciót, és úgy döntöttünk, hogy a tímen belül, akik eddig is szerveztük a tábort, választottunk, és a tím úgy döntött, hogy engem bíz meg ezzel az ifjúsági felelősséggel, illetve hát a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulásnak a Szolgáló Bizottsága is elfogadta ezt a jelölést, és mivel ez egy ilyen átadás-átvételi folyamat, ezért nagyjából egy ilyen egyéves kis átmeneti időszak van, és tulajdonképpen már hivatalosan én vagyok így az ifjúsági felelős, de így az ünnepélyes átadás majd a lelkes napokon lesz nyáron a táborunkban. Amikor van egy új mozgalom az egyházban, mint a karizmatikus megújulás, akkor az a nagy, nagy tűzzel, lendülettel berobban az egyház életébe, és aztán ugye eltelt most már 4 évtized gyakorlatilag, és akik akkor benne voltak, úgy hát idősebbek is lettek, meg hát mindig van egy kicsit olyan mély pont, olyan stagnálás, és mindenki aggódik, hogy vajon a fiatalok átveszik-e a stafétabotot, és lesz a megújulásnak is új éledése. És pontosan a lelkes napok, nem is tudom, hogy talán 5-6 évvel ezelőtt volt az első tábor, vagy... 12. Bár 12. Sőt, a 13-at. Igenis. Valami olyan csodálatos dolog, amiről majd a következő vendégeimmel is beszélgetni fogunk, ami azt hiszem, hogy nagyon jó érzésekkel tölti el az idősebbek szívét, hogy nem csak, hogy van folytatás, hanem talán sokkal tüzesebben és lángolóban, mint annak idején a mi időnkben. Minek köszönhető szerintetek az, hogy tényleg ennyi fiatalt gyökeresen átalakít egy-egy ilyen lelkes napok, 4-5 napos együttléte? Igazából a táborunknak van egy olyan missziós célja, hogy a fiatalok ezt, így a Szentléleknek ezt a tüzét és lendületét, ezt vihessék tovább a hosszú távon is arra az évközbeni plébániájukra, a közösségükbe, családjukba, és igazából nem csak azért, mert hogy ez a lelkes napok vagy sem, de van egy ilyen kifejezett célja, hogy így lángra robbantsa a szíveket, és ezt tudjuk is, hogy ezt nem lehetne ilyen intenzitással fenntartani egész évben, de szerintem fontos, hogy az egyházon belül legyenek olyan helyek, események, ahol így fel lehet szíteni azt az első szeretetet, amit a megtérésünkkor tapasztalunk, és aztán olyan helyek, ahol pedig hordozzuk ezt a fáklyát, és azt hiszem a Szentléleknek az érintésére az egyháznak adott válasz a fiatalok részéről ez a tábor volt. Én így látom ezt. Ez múlt nyáron elmaradt. Igen, hát múlt nyáron sajnos elmaradt, hogy nagyon sok minden elmaradt szerte a világon, hiszen már több mint egy éve a koronavírus tombol a világban. Tavaly is készültünk a táborra, összeraktuk szinte teljes egészében, felkértük a tanítókat, önkénteseket, gyakorlatilag kész volt a tábor, jelentkeztek már a gyerekek, amikor úgy döntöttünk, hogy a járványügy miatt lemondjuk a táborunkat.
Ezt azóta is egy bölcsdöntésnek látjuk, hiszen nem tudtuk volna felelősségteljesen megszervezni több száz fiatalnak az együtt alvását ott egy helyen, meg egy kis légtérben, hogy ott rendezzünk ilyen összejöveteleket. Viszont tavaly úgy döntöttünk, hogy nem engedjük el teljesen, mert nyárra már egy kicsit szabadabb lett a légkör, már lehetett szabadtéri rendezvényeket tervezni, és úgy döntöttünk, hogy egy rövidebb, egy háromnapos, nem ottalvos, hanem egy ilyen bejárós jellegű valamiféle eseményt terveztünk. Lelkes nyári esték lett a neve, és nagyon, nagyon jól sikerült. Ez szabadtéren volt? Szabadtéren, Pesszentlőrincen, a pesszentlőrinci főplébániának a kertjében. Tényleg egy gyönyörű nagy templomkert, árnyos, nagy terevélyes fákkal. És ez hány fiatalt mozgatott meg? Hát meglepődtünk mi is, hogy hány fiatal. Több mint 300-an voltunk összesen. Ez túlszárnyalta minden eddigi programunknak az összlétszámát. Mármint, hogy soha nem gyűltünk össze ennyien egy helyen még. Igen, de ennek biztos az is oka, hogy azért egy ottalvós, teljes ellátással megszervezett tábornak anyagi vonzata is van. És nem minden család tudja megengedni magának, főleg ahol sok gyerek van, vagy nem minden fiatal tud úgy befizetni, viszont bejárósan ezek szerint igény van erre. Igen, igen. Ez részünkről is egy olcsó tábor tudott lenni. 1000 forint volt a napi díj, amit gyakorlatilag bárki ki tud fizetni. És egyrészt az anyagi vonzata miatt is, hogy mi olcsóbb, másrészt pedig, hogy kisebb fajta elköteleződést igényel, aki nem hallott még a táborunkról, nem hallott még mi az, hogy karizmatikus megülés, ez ilyen furcsa, ismeretlen szó. Őt talán könnyebben eljön egy háromnapos eseményre, ahol nem könnyű haza is menni, mert Budapesten van, mint hogy egy hétre menjen el valahova vidékre, ismeretlen emberek közé. És akkor a sikeren felbuzdulva idén tartotok ilyet is a bent lakós tábor mellett? Igen, idén, hogyha erre lesz lehetőség a megfelelő intézkedésekkel együttműködve, akkor mindkét fajta tábort szeretnénk megtartani. Készülünk is, és már így terveztük. És azt láttuk, hogy abszolút nem. Tehát van nyilván átfedés a két tábor jelentkezői között, de hogy mind a kettőre lenne igény, és van is létjogosultsága, hisz az egyik az inkább tényleg a frissekre, akik ismerkedőek, és akár tényleg csak Budapest, tehát nem tudnának leutazni vidékre, rájuk célozna, a másik tábor pedig egy kicsit ilyen mélyülősebb, annak van egy dinamikája, ugye az 5 nap az lehetővé teszi ezt a fajta komolyabb utat Istennel. Az ilyen rendezvényeknek gyakran van valami mottójuk, amire különösen is fókuszálnak abban a táborban, vagy azon a rendezvényen. Ti választottatok ilyet a most nyári lelkes napokra? Igen, az idei mottónk az, hogy szabadat adtad. Ez arra az ígére cseng, hogy Isten minden ígérete igen élet bennünk, Pál apostolnak a 2. korintusi leveléből idéztük. Mert Isten szavát adta nekünk. A Bibliában számos dolgot említ Jézus, amire a szavát adta, megígérte, hogy velünk lesz minden nap a világ végezetéig, hogy aki ő benne hisz, az csodajeleket, sőt, nagyobb dolgokat fog véghez vinni, mint ő maga. Jézus megígérte nekünk a Szent Lelket, és akit mind a mai napig tapasztal az egyház, tapasztalunk mi is, itt van velünk. Jézus megígérte, és ezt fejezi ki a mottónk is, hogy Isten szavát adta nekünk, és hogy szeretnénk belépni ennek a valóságába, szeretnénk ezt megünnepelni, szeretnénk megélni, és belépni abba, hogy Isten megígérte nekünk, és ezt mi elhisszük, és ezt egy eukarisztikus közegben megülni. Nagyon fontos számunkra a Szent Mise, hiszen az eukarisztiában találkozunk Jézussal és egymással, és ez nagyon fontos nekünk így a táborokban. Én azt hiszem, hogy ez szokott
legmeglepőbb lenni, hogy amikor arra gondolunk, hogy jaj, csak óvatosan, ne tegyük ki a fiatalokat olyan hirtelen, nem is tudom, olyan kultúrsoknak, és kiderül, hogy pont az ragadja meg leginkább a fiatalokat, amikre nem is gondolnánk. Tehát például egy szentségimádás, például egy szentmise, ugye? Azt hinnénk, hogy hú, ez azért túl mély víz nekik. Igen, igazából én azt tapasztaltam, hogy ami a fiatalokat visszatartja ezektől a nagyobb hagyománnyal rendelkező kincseitől az egyháznak, az tulajdonképpen azok a belső sebek vagy nem jó tapasztalatok, példák, amikkel találkoztak. Viszont szerintem, mint ahogy nem is tudom, egy régi rossz ismerőssel való kibékítéssel és az ő belső szépségének a megmutatásával is az a legjobb mód, hogyha mi magunk vezetjük oda azt az embert. Szerintem nagyon fontos része ennek a gyógyulásnak, hogy nem csak beszélünk róla, hogy na és akkor, amikor majd megismertétek személyesen Jézust, akkor itt meg ott is ugyanez a Jézus lakozik, mint ahogy az ostya színe alatt, hanem megtapasztalják egy időpillanatban, hogy igen, ez a személyes Isten, ez pontosan ugyanaz, mint amit az eddig csak azt hittük, hogy a misén valami szép dísz a templomban, tehát hogy az ostyában ugyanaz az Isten lakozik. Akkor most, ha így a televízión keresztül megszólíthatjuk a fiatalokat, akkor mit mondanátok nekik, miért jöjjenek el, és hogyan tudnak jelentkezni? Egyáltalán is melyik korosztálynak szól? Igen. A lelkesnapok táborunk az 15 és 25 év közöttieknek szól. Igaziból nem kell hozzá karizmatikusnak lenni, hogy mindenkit szeretettel várunk, mert az a célunk, hogy Jézus Krisztussal találkozzatok. Jézus Krisztussal legyen egy személyes kapcsolatotok. Szóval nem baj, még az se, hogyha eddig egyáltalán nem volt kapcsolatod vele, hogyha várjuk kifejezetten azokat, akik vágynak valami többre, akik azt tapasztalják, hogy járok misére a családommal, de nem értem a lényegét, még nem mélyedtem el benne, de hogy szeretnéd megismerni Jézust közelebbről, személyesebben, akkor hívlak, és várunk, hogy tapasztald meg. Nagyon jó hangulatú a maga a tábor. Nem csak, ne úgy képzeld el, mint egy lelki gyakorlatot, mint egy ilyen iskolai lelki gyakorlatot, hanem egy rengeteg fiatal, rengeteg beszélgetés, zene, rengeteg sport és kikapcsolódási lehetőség van. Ez egy tábor, ahol jól érezzük magunkat egymással és Jézussal. Igen, és pont most indítottuk el a regisztrációt, ezt több felületen is megtehetitek. Egyrészt van egy Facebook esemény, amit létrehoztunk, illetve a Lelkesnapoknak a Facebook oldalán, az Instagramon keresztül is, és a honlapunkon keresztül is el lehet írni ezt az eseményt, illetve linket. Igazából egy Google jelentkezési lapot kell kitölteni, és minden információt ott továbbra is megtaláltok. Igen, szóval bárhova beírjátok, hogy lelkesnapok, azt ki fogja adni, tehát akár lelkesnapok.hu, facebook.com/lelkesnapok, vagy az Instagramon is így találtok meg. Biztos vagyok benne, hogy a fiatalok ezt értették, amit elmondhatok, és megtalálják ezt az eseményt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mi is köszönjük. Köszönjük mi is.